Köszöntöm nézőinket, a Sopron Televízió csütörtöki hírösszefoglalóját látják. Nézzük főbb híreinket! Egészségügyi világnap. A cukorbetegség megelőzésére hívták fel a figyelmet a soproni védőnők. Vissza a természetbe. Izgalmas programokat kínál a Fertőhanság Nemzeti Park. Fekete munka. Folyamatos NAV ellenőrzések az építőipari szektorban is. Április 7-e az egészségvilágnapja. Ebből az alkalomból Sopronban az Egészségügyi Alapellátási Intézet munkatársai több helyszínen is előadásokkal, szűrővizsgálatokkal hívták fel a figyelmet a világnap központi témájára, a cukorbetegség megelőzésére. Nem mindegy, hogy milyen típusú szénhidrátot viszünk a szervezetbe. Előadás a cukorbetegség megelőzéséről a Tóth Antal Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézményben. Az egészségügyi világnap alkalmából csütörtökön délelőtt több soproni iskolában is tartottak hasonló bemutatót. Az Egészségügyi Alapellátási Intézet védőnői szolgálatának munkatársai a világnap idei központi témájához, a diabéteszhez kapcsolódva. Most már Magyarországon több száz gyermek szenved tulajdonképpen a kettes típusú cukorbetegségben, és ennek a mai napnak ez lenne a lényege, hogy egy kicsit változtassunk a gyerekek szemléletén, életmódbeli szemléletén, hiszen a dohányzás, az egészségtelen táplálkozás, a túlzott szénhidrátbevitel, a mozgáshiány, ezek mind-mind hozzájárulnak ennek a típusú betegségnek a kialakulásához, és mivel nagyon súlyos következményekkel jár, erre szeretnénk felhívni a figyelmüket. Ennek kapcsán a Sopron város iskoláiban, minden általános iskolában, illetve kisgimnáziumában az iskolavédőnök a mai napon, illetve az elmúlt napokban egészségnevelő órákat tartanak a diabétesszel kapcsolatosan. Ez számaratokban körülbelül 1900 gyerek lett megmozdítva. 1948. április 7-én az ENSZ szakosított intézményeként megkezdte működését az Egészségügyi Világszervezet. Erre az eseményre emlékezünk az Egészségügyi Világnapon. A soproni program részeként rajzpályázatot is hirdettek a szervezők a túlzott cukorfogyasztás veszélyeiről. Azt szeretnénk, hogyha megmozdulna a lakosság, és észrevenné, hogy vannak olyan veszélyek, amit előre nem láthatunk, és ha időben fölkészülünk rá, akkor védettek is lehetünk akár egy betegséggel szemben, megelőzhetjük. Most nyilván egy felnőtt embert már nehéz megváltoztatni, hogy változtasson az életmódján, ezért főleg a gyerekeket próbáltuk a programokon keresztül megközelíteni. Nagyon örültünk annak, hogy az iskolák pozitívan reagáltak a megkeresésünkre, nagyon sokan csatlakoztak a kéréshez, rajzpályázattal például próbáltuk őket megfogni. Elmondhatom, hogy több mint 170 rajz érkezett be. A délelőtt folyamán összesen 6 helyszínen szűrővizsgálatokkal is várták az érdeklődőket. Az intézet munkatársai ingyenes vércukorszint és testsúlyméréssel hívták fel a figyelmet az egészség megőrzés fontosságára. A szűrővizsgálat fölhívja a figyelmet, hogy itt most már oda kell figyelni valamire. Nyilván ez nem egy orvosi, nem egy laborvizsgálat, ez csak egy figyelemfelhívás. Tehát ha valaki olyan értéket produkált reggelizés után, hogy egy kicsit magasabb a vércukorszintje, az nem egy ijesztő dolog, de szakemberek meg tudják mondani, hogy kinek kell odafigyelni, esetleg forduljon orvoshoz, és próbáljon megváltoztatni az életmódján. A világnap soproni eseményeiről részletes beszámolót láthatnak április 14-én csütörtökön Életforma című magazinunkban. Izgalmas programokat kínál a tavasz folyamán a Fertőhanság Nemzeti Park. Áprilisban a vonuló madarak megfigyelésére csábítják az érdeklődőket, mondta el Mozaik című műsorunkban Goda István, a Nemzeti Park ökoturisztikai és környezeti nevelési osztályvezetője. Ebben az időszakban ritkaságnak számító madarak is feltűnhetnek a Fertőtájon és a Hanságban. Nagyon sok olyan parti madár fordul elő itt nálunk ebben az időszakban, amik éppen az útjukat megszakítva megpihennek, táplálkoznak itt a Fertő vidékén, illetve olyan fajokat, amik innen még azért nagyon nagy távolságokat tesznek meg, hiszen akár a tengerpartig, akár pedig a
norvég területekig, vagy a skandináv területekig is tovább folytatják majd az útjukat, ahol majd az ő fészkelő területeket fogják elfoglalni a későbbiekben. Itt a különböző cankófélék, partfutók és egyéb nagyon érdekes madarak kerülhetnek a szemünk elé, amiket aztán később az év folyamán egyre ritkábban láthatunk, legközelebb majd az őszi madárvonulás időszakában. A témával híradónk után részletesen foglalkozunk Mozaik című műsorunkban. Idén is kiemelten ellenőrzi a foglalkoztatás szabályszerűségét a NAV Győrmoson Sopron megyei adó- és vámigazgatósága. A revizorok figyelme elsősorban az építőipari szektorban dolgozókra és a mezőgazdasági idénymunkában résztvevőkre fókuszál. Tavaly a be nem jelentett alkalmazottak miatt a megyében 200 millió forint bírságot szabtak ki. Idén is fokozottan ellenőrzi a foglalkoztatás szabályszerűségét a NAV Győrmoson-Sopron megyei adó- és vámigazgatósága, kiemelten az építőipari szektorban. A vizsgálatok nem csak a bejelentések megtörténtére, hanem a járulékbevallások és a befizetések teljesítésére is kiterjednek. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az adózók ugyan tisztában vannak a fekete munka következményeivel, mégis kockáztatnak. A foglalkoztatotti ellenőrzések, tehát amelyek a foglalkoztatás szabályszerűségére irányulnak, nem merülnek ki abban, hogy a helyszínen talált alkalmazottak bejelentését megvizsgálják, hanem megnézik azt is, hogy az adott vállalkozás járulékbevallási fizetési kötelezettségének eleget tesz-e. Bár a NAV az elektronikus bevallás mellett egyszerűsített foglalkoztatás esetén a telefonos bejelentés lehetőségét is biztosítja, mégis a leggyakoribb probléma, hogy nem történik meg a munkavállalók bejelentése a munka megkezdését megelőzően, annak ellenére sem, hogy nagyon magas a büntetési tétel. A 2015 év is, sőt már az idei ellenőrzések tapasztalatai is azt mutatják, hogy az adózók ugyan tisztában vannak a fekete munka következményeivel, mégis kockáztatnak, és ezen belül is a tapasztalatok alapján az építőszektor mezőgazdasági idénymunkában még mindig jellemző a fekete foglalkoztatás, pedig a be nem jelentett alkalmazottanként maximálisan kiszabható bírság összege 1 millió forint. Ennek ellenére a múlt évben a megyében minden harmadik ellenőrzött foglalkoztatónál tártak fel valamilyen mulasztást ellenőreink, a kiszabott bírság összege pedig meghaladja a 200 millió forintot. Az építőipari ellenőrzések még mindig magas arányú fekete foglalkoztatást tárnak fel, minden tizedik alkalmazott bejelentés nélkül dolgozik. A NAV célja, ha a foglalkoztatók folyamatos ellenőrzésével a bejelentett alkalmazottak számának növelése és ezáltal a gazdaság fehérítése. Kitűnő eredményt értek el a lippai diákok a parképítő és fenntartó technikus tanulók részére rendezett országos szakmai tanulmányi verseny döntőjében Budapesten. A sikeres felkészítésnek köszönhetően az első és a harmadik helyen végzett a Soproni Szakiskola két tanulója, Zsiknyár Béla és Bella József. Ezen felül további két diák is megszerezte a technikusi végzettséget a tanulmányi versenyen elért pontszámai alapján. Könnyebb sérüléssel járó közlekedési baleset történt Sopronban a 84-es főút településen átvezető szakaszán, a Rákosi úti kereszteződésnél. Információk szerint csütörtökön 10 óra körül egy teherautó és egy személygépkocsi ütközött össze. Az autó két utasa könnyebben megsérült a balesetben. A műszaki mentést a helyi hivatásos tűzoltók végezték. A baleset és a mentési munkálatok akadályozták az érintett útszakasz forgalmát. Pénteken játssza az első elődöntő mérkőzését az Unika Sopron. Az ellenfél a Peac Kárdáját 2-1-re legyőző Pink Pécsi 424 együttese lesz. A két győzelemig tartó párharc első mérkőzését április 8-án, pénteken 18 órától rendezik Sopronban. A második összecsapás április 12-én kedden lesz Komlón. Szükség esetén április 15-én, pénteken 18 órakor tartják a harmadik meccset, ismét hazai pályán, a Novomatic Arénában. Váratlan vereséget szenvedett hazai pályán a tartalékosan felálló Soproni KC szerdán. A gyenge dobóformát és rossz védekezést mutató középházi listavezetőt szervezetjátékkal lepte meg a Kecskemét. A 67-77-es végeredményt mindkét edző megérdemeltnek értékelte. A lilamezes kecskemétiek sikeres büntető dobásokkal kezdték a találkozót. Nem kellett sokat várni, egy három pontosra jött a hazai válasz.
Egyik fél sem remekelt védekezésben, így mindkét oldalon könnyű kosarak születtek. A negyed két pontos hazai vezetéssel zárult. A második játékrészben sem lett agresszívabb a védekezés, így továbbra is szinte akkor dobtak kosarat a csapatok, amikor akartak, de két-három pontnál többel egyik fél sem tudott ellépni. De a félidő vége előtt időt kért Csabáli Balázs, azonban a megbeszélt figurából már nem sikerült kosarat dobni a soproniaknak, így maradt a két pontos hazai elő. A harmadik etapban is fej-fej mellett haladtak a csapatok, de a negyed közepén megrázta magát a Kecskemét, és másodperceken belül 5 pontra növelték előnyüket. Hiába kért időt a Sopron, ez sem zavarta meg a vendégeket, a 27. percben már 10 pontra növelték a különbséget. A negyed utolsó perceiben teljesen szétesett az SKC játéka, így 52-67-es állással kezdődött az utolsó felvonás. A negyedik negyedben már nem változott a játék képe, úgy tűnt, a Kecskemét jobban akarja ezt a győzelmet, így egy nem túl közönség szórakoztató, gyenge színvonalú mérkőzésen megérdemelt győzelmet aratta. Erre nem lett kifogás az sem, hogy három. Most már Bavcsics ugye megsérült a mérkőzés elején, három sérült játékosunk van. Ha valaki statisztikát nézi, csak akkor azt látja, hogy szinte egyforma a két csapatnak a mutatója, kivéve a büntető, illetve a támadó lepattanó aránya, amiben jobb volt a Kecskemét. Ugyanakkor aki kim volt a találkozón, az láthatta a két csapat közti különbséget az energiában, a nem is hozzáállásban, hanem inkább abban, hogy mennyivel tett többet mondjuk védekezésben egyik csapat a másiknál. A mi játékunkat megnehezítette a Kecskemét azzal, hogy agresszívabbak voltak. Igazából már az első félidőben se tetszett, amit játszottunk, hisz a centerek egyáltalán nem jöttek normális elzárásokat adni, anélkül nagyon nehéz játszani. Harmadik negyedben pedig olyan gyermetek hibákat vétettünk, eladott labdákból lenyitottak minket, így elég nagy hátrányba kerültünk, és hát sajnos ezt már nem sikerült ledolgozni. A soproni fiúk szombaton Kaposváron javíthatnak a mérlegükön, hogy a rájátszást minél jobb pozícióval kezdhessék meg. Most Mozaik című műsorunk következik, melynek mai vendége Goda István lesz, aki a Fertőhanság Nemzeti Park tavaszi-nyári programjait mutatja be. Majd érkezik a Zoo Plus is, az Állatbarátok magazinja. Kedves nézőink, Önök a Sopron Televízió csütörtöki híradóját látták. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Többnyire erősen felhős lesz az ég, többfelé lehet eső, záporeső. Az északnyugati szél megerősödik, napközben 13 fok körül alakul a hőmérséklet.